gőzerővel készülünk a kvalifikációra. Egy kótánk már megvan, amit ott a világbajnokságban egy aranyéremmel sikerült abszolválnunk. Én úgy gondolom, hogy ebben a csapatban még legalább kettő kvalifikáció benne van, úgyhogy a jövőjének így indulunk neki, hogy a maradék két kvalifikációs versenyen még legalább két kótát megszerezünk. Évek óta így csináljuk, ami szerintem egy nagyon jól működő dolog, hogy a kötött és szabad fogás együtt ebben az időszakban, az alapozó időszakban együtt csináljuk. Én azt gondolom, hogy ez azért is jó, hiszen amúgy keveset találkozunk így a kötött fogással, sokkal jobban összekovácsolja a srácokat, illetve egy nagyobb létszámmal, ugyanis mi szabadfogásban azért kevesebben vagyunk, most jelen pillanatban 10 versenyzővel vagyunk itt, és a kötött fogás az azért egy nagyobb létszámmal, ők majdnem 30-an itt vannak, úgyhogy nekünk is nagyon jót tesz, hogy így közösen készülhetünk, teljesen más az edzés hangulata, mint hogyha egy sokkal kevesebben csinálnak. Amúgy is nehéz időszak ez, az alapozó időszak, de így úgy gondolom, hogy a srácok egymást tudják segíteni, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest is egy nagyon sikeres alapozást tudunk megcsinálni, ami a magyar birkózásnak egyébként egy erőssége, hogy mi a fizikumban, tehát meg az állóképességben a mezőny fölé tudunk nőni, úgyhogy azért fektetünk erre minden évben nagy hangsúlyt. Azt gondolom, hogy egy elég szép és jó helyen vagyunk. Minden adott, hogy fel tudjunk készülni a jövő évre. Ugye futópálya nincs, de azt is megoldottuk, ugye a futgolf pálya körül futunk. Az erősítés részét ugye azt egymással csináljuk a pályán, úgyhogy tényleg maga a hely, a szállás, az étkezés is maximálisan a sporthoz illő, úgyhogy meg vagyunk elégedve teljesen. Mindent megteszek azért, hogy Párizsba is ki tudjak jutni, úgyhogy maximálisan készülünk. Igazából nem is tudtuk, hogy mire számíthatunk, mert úgymond egy kicsit titokban volt tartva, hogy mi ide jövünk, és egy pár héttel derült ki, hogy akkor ide jövünk. Nagyon-nagyon jól érezzük magunkat, igazából minden próbálunk maximálisan kihasználni, mert azért nem minden nap van ilyen wellness részlegre mondjuk lehetőségünk, meg nem minden nap tudunk ilyen jó minőségű ételt magunkhoz venni. Szóval szuperül érezzük magunkat, a szoba is nagyon kielégíti minden egyes szükségetünket, illetve amúgy a kilátása. Nekem ami nagyon tetszett, Instagramra egyből reggel posztoltam is egyet, mert olyan jól nézett ki, így ahogy a napsütés besütött a szobába, szóval ez kihagyhatatlan volt. Nekem nagyon tetszik minden része ennek az egész helynek. Februárban Európa-bajnokság van, szóval az a cél, hogy mondjuk ott sikerüljön egy újabb aranyéremmel hazajönni, hiszem Romániából, szóval tervek azok vannak, nem adjuk alább az aranyéremnél, de mindent megteszünk érte, és örülünk, hogy itt lehetünk, és itt kezdhetjük el a felkészülést. Viccesen mondom, hogy nem vagyunk ilyen körülményekhez szokva, de úgy gondolom, hogy itt mindent megkapunk abban a tekintetben, hogy eredményesen fel tudjuk készülni, tehát tényleg a szállástól, az étkezéstől kezdve mindenre nagyon odafigyelnek. Ez a regeneráció, ami nagyon fontos nekünk az edzések után, a fürdők, a szaunák, tehát annak a használata is elképesztő jó, tehát tényleg én, ahogy mondtam, csak ámulok, tehát nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Én úgy gondolom, hogy a birkózás egy kiemelt sportágak közé került, ezért nagyon nagy az elvárás felénk, és bízom benne, hogy a csapattól a két érem, tehát így az egész birkózást beleértem, egy két érem azért az én úgy gondolom, hogy abszolút reális cél, és ha még az mellé bejön akár még egy érem, vagy még egy-két helyezés, az már egy plusz, az a haba tortál lesz, de úgy gondolom, hogy a tavalyi eredményt én úgy gondolom, hogy meg fogjuk tudni ismételni.